A riport érdekes eseményről szóló emberközpontú műfaj, amely a helyszínen vagy helyszíni tapasztalatok alapján az illetékesek megszólaltatásával készülő televíziós tudósítás. Készítője a riporter. Nokiás doboz, Hagyó Miklós, milliós végkielégítések, 100 milliós fiktív szerződések, eltűnt milliárdok. BKV, azaz baloldali korrupciós vállalat. Már most hallom a károgókat, hogy miért foglalkozunk egy több mint 10 éves üggyel. A válaszom erre több rétű. Az egyik, hogy néha azért nem árt emlékezni, hogyan lopták szét Budapestet és lényegében az egész országot. A másik pedig, hogy az akkor meggazdagodott politikai elit egyre több életjelet ad magáról, és többen is finoman, illetve kevésbé finoman jelezték, hogy készek anyagilag támogatni a baloldalt, az esetleges győzelem esetén megfelelő jussért. A régi hálózat él és virul. A BKV ügy 2009 nyarán robbant ki, amikor is a Magyar Nemzet megírta, hogy hiába fizette ki prémiumokkal együtt 100 millió forintos végkielégítést a BKV humán politikai igazgatója, azután is maradt a társaság munkavállalója. Nem is nagy meglepetés, hogy 2010 év elején Szalainé Szilágyi Eleonórát letartóztatták. A BKV-t főpolgármester helyettesként Hagyó Miklós felügyelte. Az MSZP-s politikusra a történet már az elején annyira ráégett, hogy 2009 nyár végén lemondott a BKV felügyeletéről. Sőt, később a BKV ügy lényegében Hagyó ügy lett, amikor a közlekedési vállalat korábbi megbízott igazgatója interjút adott a Hír TV-nek és arról beszélt, hogy Hagyó Miklósnak összesen 70 millió forintnyi korrupciós pénzt jutatott el, ebből személyesen ő 15 millió forintot egy Nokiás dobozban. Az a bizonyos Nokiás doboz a baloldali korrupció jelképe lett. Szerintem nekem is és mindenki másnak a Nokiás doboz jut eszébe a BKV-ról, hiszen az vált a szimbólumává a magyarországi baloldal korrupciójának. Egészen biztosan a 2010-es kétharmados felhatalmazásnak ez a kézzelfogható szimbólum egy fontos oszlopa volt. Ha nem tudta volna bebizonyítani az akkori nyilvánosság, hogy a baloldalról nem csak mondják, hogy korrupt, hanem tényleg korrupt, akkor nem kerestett volna a magyar társadalom magának egy kormányképes, erőterős felhatalmazása. Wintermantel Zsolt akkoriban a Városüzemeltetési Bizottság, illetve a Fővárosi Közgyűlés tagja volt. A fideszes politikusok elől a baloldali vezetés mindent elrejtett. 2010-ben Tarlós István győzelme után láttak bele igazán, hogy milyen visszaélések történtek. A Hagyó Miklóst szokták emlegetni ennek a fejének, de azért tudjuk jól, hogy a háttérben Városházán nem lévő tisztséggel nem létező emberek is rendre föltűntek. Sőt, ha jól tudom, talán Mesterházy Ernőnek irodája is volt a Városházán. Ha jól emlékszem, nyilván a névtáblája nem volt kint, de mindenki tudta, hogy ki jár azokba a szobákba, azokba az irodákba. Ott is föltűnt egyébként a Parizer, ott is volt ilyen sztori, hogy amikor Hagyó Miklós ette a Parizert, akkor hogyan vitte be neki a Nokiás dobozt Antal vezérigazgató úr. Nyilván ez nem az én tisztem megítélő, hogy ez tényleg így volt-e, vagy ez csak a színes sztori lényege, vagy hát ugye a büntető ügy sem hozzám tartozik. A BKV körül folyamatosan voltak mindenféle ügyek. Lényegében nem történt olyan ügylet, amelyből ne lett volna botrány. A korábban már említett végkielégítések, fiktív szerződések, túlárazott, el nem készülő vagy csúszó beruházások, és még sorolhatnám. Maga a BKV volt az ügy, tele volt ügyekkel, és ugye ez még abban az időszakban volt, amikor a nyilvánosság az nem volt ennyire magától értetődő. Tehát most ebben a közösségi média világban most már törvény van arról, hogy ki kell adni közérdekű adatot, stb. Bizonyos szerződéseket értékhatár felett ki kell rakni a honlapra. Akkoriban ez még nem volt. Minden egyes információért, adatért meg kellett küzdeni. A pénzcsapoló trükkök százai közül az egyik az volt, hogy mindenféle fiktív szerződéseket írtak, amelyek mögött valódi vagy érdemi munkavégzés nem történt.
volt rengeteg milliárdos nagyságrendben, akkori pénzben számolva is milliárdos nagyságrendben tanácsadói szerződés, gyanús iroda, gép, karbantartási szerződések, annak csak a felmérése ilyen 10-20 milliós tétel volt, hogy egyáltalán fölmérjék, hogy milyen van a BKV-nak. És ezekhez úgy lehetett hozzájutni, hogy az ember megigényelte, hogy akkor szeretne betekinteni bizonyos dolgokba, akkor be kellett menni személyesen a BKV-ba, ott egy teljesen kiürített irodában leültettek, személyesen engem. Kihozták azt a, de szigorúan csak azt, amit az ember pontosan meg tudott mondani, hogy milyen dokumentumot, szerződést, stb. Szeretne kérni. Kihozták, nem lehetett lefotózni, nem lehetett lemásolni, papírban ki lehetett jegyzetelni, és végig ott ült egy felügyelő, és nézte, hogy semmi olyan csúnya turpisságot nem csinál az ember, amire nem is tudom, hogy mire gondoltak. A BKV-t, ahogy több fővárosi céget, a baloldali városvezetés arra használt, hogy a lehető legtöbb pénzt nyerje ki belőle. A közbeszéd, a városházi beszéd, és egyébként a munkánk által, a felderítő munka és a nyilvánosságra hozatali munkánk által a fővárosi közbeszéd is egyre inkább annak tekintett a BKV-t, és utána évről évre, évekkel később, akár büntető ügyek mentén is kiderült, hogy hát ezek a feltételezések, ezek a szóbeszédek nem is csak feltételezések és nem is szóbeszédek voltak. Kisberg Szabolcs ebben az időszakban a Hír TV Célpont című műsorának volt a készítője. A Célpont élen járt a BKV mutyik felderítésében. Rengeteg pénzt kivittek, de nem csak a BKV-ből, abban az időben derültek ki egymás után az FKF botrány, a fürdő, tehát itt ezek a közműcégek, budapesti nagyvállalatok, ezek arra szolgáltak, hogy innen nem is talicskával, teherautóval hordták ki a pénzt. Hát és ugye a BKV ügy volt talán az egyik leghangosabb, mert ebbe bukott bele Hagyó Miklós is akkori főpolgármester helyettes. A BKV akkori vezetősége a sorozatos feltáró riportok után már annyira ideges lett, hogy úgy érezték, eljött az ideje, hogy elbeszélgessenek az újságírókkal. A BKV szervezett egy sajtóreggelit. Nagyon vicces volt, ott Akácfa utcába ültünk be valami helyre, ki volt bérelve. Ilyen nagyon-nagyon terű-terű asztalkám, de csak pár, tehát a sajtóreggelire azért nem 3-4 újságírót szoktak hívni, hanem hogy jó sok szerkesztőség, és nem voltunk ott, csak 3-an vagy 4-en. És pont azok, akik a BKV üggyel foglalkoztak így többnyire, óriási nagy ajándékcsomagok, és hát igazából az volt az érzése az embernek, hogy ez ott, hát nem is kimondva, de az volt a lényeg, hogy álljunk már le egy kicsit a BKV-ről. Kisberg Szabolcs a mutyik mellett készített egy riportot arról is, milyen állapotban volt a BKV, mint szolgáltatás azokban az években. Az ellopott pénzek mellett a fejlesztésre már nem jutott tőke. Ezért járatritkítások voltak, a jegyek megvásárlásakor volt, hogy órákat kellett várni, borzasztó időszak volt, amikor mindenki megutálta a BKV-t. Ez pont év elején volt, amikor nem lehetett, akkor álltak át erre a 30 napos bérletre, és tényleg ilyen másfél órákat kellett sorba állni, biztos emlékeznek még a nézők közül, sokan másfél órákat kellett sorba állni a jegyekért, meg a bérletekért. Én is akkor nem tudom, 40 percet álltam sorba egy napi jegyért, és ilyen brutálisan büntettek, de pedig azt ígérték akkor, hogy adnak egy pár napot, amíg nem fognak büntetni, és annak ennél brutálisan büntetnek, és meggyűlöltették mindenkivel a BKV-t. A sorozatos balhék és a rendkívül rosszan csengő márkanév helyett 2010-ben az új városvezetésnek teljesen újra kellett gondolnia a közösségi közlekedést, sőt, új vállalatot hoztak létre. Van az a szint, amikor már nem lehet megreformálni valamit, hanem zöldmezős beruházással a BKK-t, a Budapesti Közlekedési Központot létre kell hozni, és új alapokra kell helyezni az egész közlekedés szervezést Budapesten. Azt hiszem, ezek a legsúlyosabb pillanatok és a legsúlyosabb beismerése annak, hogy tetőtől talpig bűzlik valami. Nem lehet azt mondani, hogy a közösségi közlekedés akkor jó színvonalon volt. Tehát ugye évről évre öregedett el a busz állomány, tehát a Demszki utolsó 8 évében szinte ilyen egy kezemen most leegyszerűsítve meg lehet számolni, hogy hány új buszt vásárolt a főváros. Nyilván érkeztek villamosok, de azokkal kapcsolatban is a kombinó villamos üzembe helyezésével kapcsolatban is csak a botránya, eleve a pályafelújítás, a felső vezeték, amely folyamatosan leszakadt, tehát hogy folyamatos ilyen problémák voltak. Térjünk vissza Hagyó Miklóshoz, mint a bűnszervezet fejéhez.
hagyót 2010-ben bilincsben vitték el. Az ellene és a társai ellen indult eljárás évekig húzódott, amely végén hosszas keverések, kavarások, visszavont vallomások után született egy mondhatni enyhe ítélet. Ugyanis hagyó másfél év börtönnel megúszta, amelyet lényegében letöltött már az előzetesben. Tehát nem is kellett a 2017-es ítélet után újra börtönbe vonulnia. A bírósági ítélet erre enged következtetni. Az SZDSZ maga sem volt mentes a korrupciótól, talán ezt is objektív igazságként rögzíthetjük, de a BKV valóban az MSZP-hez kötődött. Meg is jelent egy könyv avval a címmel, hogy baloldali korrupciós vállalat, a BKV. Azt hiszem, ez is egy találó leírása a helyzetnek. Hagyó Miklós ragaszkodott hozzá, hogy ő csak beszélgetni járt a BKV-hez, de mindenki más úgy emlékezett, hogy döntéseket is hozott, iránymutatást adott, és egy hálózatot üzemeltetett ennél a közlekedési cégnél. Ahogy már említettem, Balogh Zsolt, a BKV volt megbízott vezérigazgatója jelentette ki, hogy Hagyónak átadott egy Nokia-s dobozt, amelyet a vallomásában is kifejtett. Aztán valamiért a bíróság előtt már visszavonta. Lényegében a Nokia-s doboz legendáját a bíróság sosem tudta bizonyítani. A BKV, mint baloldali korrupciós vállalat, így is beégett a köztudatba. Természetesen nem véletlenül. Kifizetőhelynek hívják az ilyet. Minden szinten, szinte minden. A közpénzekből működő, közfeladatot ellátó vállalat magáncélra fordított forrásai. Most a legtöbbet Hagyó Miklósról beszélek, de alapvetően a BKV ügy nem csupán hozzá kötődik. A vádlottak között volt Mesterházi Ernő, Demszky Gábor politikai főtanácsadója, akire majd még ki fogok térni a riportban. Aztán Antal Attila is ott ült a vádlottak padján, aki a BKV egykori vezérigazgatója volt. Balogh Zsolt is vádlott volt, ahogy a 100 milliós végkielégítéssel jutalmazott Szalainé Szilágyi Eleonóra is. A történetben az a vicc, és ezt most idézőjelben mondom, hogy a vádlottak közül mindenki megúszta. Lényegében senkire nem sikerült komolyabb bűncselekményt rábizonyítani. A BKV ügy elhalt, a milliárdok eltűntek, illetve mások zsebében landoltak. 2009-9-ről beszélünk, ugye, meg hát az előtte lévő hány évről, ki tudja, ez milyen hosszú ideje folyt ez a közpénzkilapátolás. Tehát itt azért nagyon-nagyon sok pénz, itt havi szinten tűntek el sok-sok millió, vagy hát nem tűntek el, ezek nyilván megvannak náluk. Tehát itt persze, hogy ne élnének jól. Hogy pontosan hova kerülhettek ezek a pénzek? Mindjárt mutatom. Fámer Dávid munkatársam írt egy cikk sorozatot, amelyben azt árta fel, hogy miképp lopják szét Budapestet a Demszky korszakban. Az egyik részben előkerül egy név, bizonyos Tótfalusi György, akiről kevesebbet lehetett hallani a BKV botrány idején, mégis fontos szereplője a történteknek. A BKV ügyet általában az MSZP-s mutyik közé sorolják, és kevés szó esik az SZDSZ felelősségéről. Pedig a volt szabaddemokrata politikus Tótfalusi György ténykedése több kérdést is felvet. Dávid írásából az is kiderült, hogy a BKV botrány nyomozása szerint a legfelsőbb szinten Hagyó Miklós és Mesterházi Ernő álltak. A középső felbújtói minőségben a gyanú szerint ott volt Tótfalusi György, aki a BKV igazgató tanácsának az elnöke volt. És a harmadik legalsó szinten voltak a BKV vezérigazgatói. A BKV ügyben Tótfalusit meggyanúsították, ám végül megszüntették ellene az eljárást. A BKV volt vezetői egyébként meséltek érdekes történeteket, amelyekből aztán nem lett semmi. Ilyen az a sztori, amely szerint Tótfalusi György egy szerződés megkötéséért 100 millió forintos kenőpénzt kapott. Az ügy érdekessége, hogy az elmondottak szerint Tótfalusi a bizniszel saját bizalmasát, Mesterházi Ernőt is megkerülte, amiért később annyira megsértődtek Tótfalusira, hogy az SZDSZ még egy magánnyomozót is felbérelt, hogy kutakodjon utána. Tótfalusi Györgyöt tehát ezzel az üggyel sem gyanúsították meg, ahogy azzal a 300 milliós károkozással sem, amiben szintén felmerült a neve. Tótfalusi György azóta eltűnt a közéletből, és egy brutális céghálózat kiépítésébe kezdett, amelyet most meg is mutatok. Tótfalusinak összesen 180 céghez volt vagy van köze a mai napig, amely elég jelentős cégbirodalom képét festi. A volt SZDSZ-es BKV igazgatósági elnök céghálózatának egyik székhelyén kerestük az ex-politikust. Jó napot, én Bohár Dániel vagyok a Pesti TV-től, és Tótfalusi urat keresem. Jó napot kívánok, hát még nincs itt, de gondolom jön majd, hogyha
megbeszélték, hogy itt találkoznak? Hát nem beszéltük meg, mi csak így a cégeit keresünk, mert láttuk, hogy itt azért elég sok cégben van jegyezve, ami az övé. Ja, hát a Tótfalusi úr nincsen itt most pillanatban. De várható, hogy jön? Hát nem tudom, csak azért gondoltam, mert ja, keresik. Hogy, aha. Nincsen és róla. Ez a, mi itt van cég, ez az összes az övé? Hát most nem tudom, hogy még, mert van a házban több cég is. Hát én, ami ezen az aranytáblán van hát, itt. Most ne haragudjon, hagyd ne adjak erről most információt így ismeretlenül telefonon keresztül, jó? Jó, akkor mindegy. Keressék meg a Tótfalusi urat valamilyen formában, jó? Jó van. Köszönöm, viszont hallásra. A cégek egy 12. kerületi újépítésű lakásban találhatóak, amely nehezen nevezhető olcsó környéknek. Tehát itt van Tótfalusi György Pál neve, és ez egy ingatlan, tehát egy lakásban van bejegyezve. Hát most így hirtelen megszámolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 darab cég. De a legtöbb az ugye egy ingatlanos, vagy ingatlannal foglalkozó cég, de ahogy itt látható van bányászati cég is, van élményközpont nevű cég is, van médiával foglalkozó cég is, van consultinggal foglalkozó cég is. De ide van bejegyezve a Bond International Magyarország Kft. Is, amelyet hát egyfajta korona díszként szoktak nevezni, hogyha a Tótfalusi Birodalomról beszélgetünk. A Priceway Kft. Nevű cég is Tótfalusi György érdekeltségébe tartozik, amely vállalkozás székhelye az 5. kerületi Nádor utcában található, amely ugyancsak nem az olcsó lakásárakról ismert környék. Ugyanebben a lakásban van bejegyezve a TD Trade Kft. Nevű cég is, amelynek a tulajdonosai Tótfalusi György felesége és lánya. Ez egyébként bevett gyakorlat a kiterjedt céghálózatban, hogy a tulajdonosok vagy az ügyvezetők általában a volt SZDSZ-es családjából kerülnek ki. Vagy a feleség, vagy a két lánya, esetleg a nevelt lánya. Interjút szeretnénk készíteni Tótfalusi úrral, tulajdonossal. Hát nem tudom. És hol lehet elérni? Hát nem tudom, esetleg próbálják e-mailben, vagy ilyesmi. Nem itt lakik. És ön a TD Trade-nek a valamilyen képviselője? Hát én ebben nem tudom. Nem az ügyvezető esetleg? A Tótfalusi György lánya? Nem tudok most segíteni ebben sem. És abban, hogy akkor az édesapját hol érjük el, abban esetleg nem tud segíteni? Hát mondom, esetleg inkább próbáljanak. Jó van, köszönjük szépen! A Nádor utcai ingatlan, ahova több cég is be van jegyezve, valójában Tótfalusi György nagyobbik lányának lakhelye. Ettől a lakástól nem messze, szintén a Nádor utcában van még egy lakása a volt BKV igazgatósági elnöknek. Tótfalusinak van érdekeltsége egy bizonyos E-Liget Invest Kft.-ben is, ami ebben a Lázár utcai lakásban található, néhány méterre a Bazilikától. Tótfalusi lakcíme a cég adatbázis szerint a szlovákiai Komárnóban, vagyis Komáromban található. Ezt általában adó és jogi dolgok miatt szokták eszközölni üzletemberek, de valójában a Tótfalusi család ebben a luxus lakásban él a 11. kerületben. Tótfalusi úrral szeretnék beszélni. Tehát itt nincs senki. Egyedül itthon vagyok, bocsánat. És hol tudjuk elérni Tótfalusi urat? Hát telefonon. Hívjuk telefonon? Jó, hát akkor megpróbáljuk telefonon. A kaputelefonban egyébként Tótfalusi feleségével sikerült beszélnem, akinek a nevén ugyancsak 9 cég van. Az SZDSZ-es volt politikust végül telefonon értem el. Igazából csak azért keresem, mert forgatunk egy riportot még a korábban eltűnt BKV milliókról, milliárdokról, és ezzel kapcsolatban szeretnénk önnel egy interjút készíteni. Illetve hát arra is kíváncsi lennék, hogy miért van a nevére bejegyezve, hát nem tudtam pontosan megszámolni, de majd, hogy nem egy ilyen százas nagyságrendben cég, illetve hogy ezt az ingatlan vagyont hogy tudta felhalmozni. Ezekkel kapcsolatban kérdezném. Ezt
Értem, hát később akkor beszéljünk majd, jó? Mert most pont úton vagyok valahova, jó? Mondom, igazából csak ez a kérdésem így röviden, hogy akkoriban, így a 2008-2009-es években a BKV-ból ezt a sok százmillió forintot hogy sikerült kinyerni? Én semmit nem nyertem ki onnan, szóval szerintem ez egy elég furcsa megközelítése, és ez soha nem is volt kérdés, szóval ezt ne haragudjon, ezt abszolút visszautasítom. Hát akkor Hagyó Miklós például miért volt előzetesben? Hát azt nem tudom, de az tőle kéne megkérdezni. Megfogjuk majd tőle hát is. Minden, amivel kapcsolatban, tőle kéne hát megkérdezni. Csak azért úgy tűnt, vagy úgy látszódott, hogy ez egy, hát egyfajta ilyen hálózat volt, vagy csapat, amelynek ugye ön is az egyik tagja volt, részese volt. Nem nagyon tudom, ne haragudjon, hogy... Hát a BKV igazgatóságának az elnöke tudom, volt, ha jól emlékszem. Én nem voltam semminek a tagja, de szerintem köszönöm, minden jót. És minek... Tótfalusi kinyomta a telefont, pedig lettek volna még kérdéseim. Például, hogy miért Szlovákiában van az állandó lakcíme, miközben Magyarországon él. Illetve az is egy érdekes kérdés lenne, hogy milyen a kapcsolata a Mesterházy Ernővel. A tótfalusi család cégeinek évekre visszamenőleg szinte semmilyen árbevétele nem volt. Ez kiderült Pámér Dávid írásából. Ahogy az is, hogy többek közülük offshore hátterűek. A szálak egészen Panamáig, Liechtensteinig és a Seychelles-szigetekig érnek. Kiterjedt cégháló, luxus ingatlanok, nagylábon élő család, bevételek nélkül. Információink szerint Tótfalusi György nevelt lánya nemrég ebben a török-bálinti Tükörhegyen található luxus lakóparkban vásárolt lakást. A kisebbik lánya pedig érettségi ajándék gyanánt egy dél-amerikai körutazást kapott ajándékba, amely ugyancsak nem olcsó mulatság. Tótfalusi György csak egy a sok BKV nyertes közül. A kérdés, hogy hányan lehetnek még? Megfogadtuk Tótfalusi tanácsát és felkerestük Hagyó Miklóst is. A volt MSZP-s főpolgármester helyettes teljesen eltűnt a közéletből, és mára elérhetetlenné vált. Lakcímén vele nem, de a testvérével találkoztunk, aki annyit elmondott, hogy már ők sem beszélnek 10 éve, és fogalma sincs, hogy hol van Hagyó Miklós. Tótfalusi György korábbi főnökével, Mesterházy Ernővel nem is olyan régen foglalkoztunk, ugyanis baloldali üzleti körökben gyakran előkerülő téma, hogy a Telex egyik legfőbb támogatója Mesterházy Ernő lehet. Demszky volt főtanácsadója, a vádlottak között volt, sőt, őrizetbe is vették a BKV ügyben. 2010 után eltűnt a közéletből, és minden erejével a különféle üzleteire koncentrált. A Privátkopó 2014-es információi szerint Demszky Gábor volt főtanácsadója, 5 önálló, minden igényt kielégítő luxusvillából álló pihenőkomplexum tulajdonosa Indonéziában. A villapark Bali szigetén található. A bűnügyi portál több forrása megerősítette, hogy a Hagyó per másodrendű vádlottja Lombok szigetén és Gili szigeteken is ingatlanokat vásárolt. Azzal a céllal, hogy a földterületeken üdülő parkokat létesítsen. A baloldali hálózat tehát él és virul, illetve jól láthatóan vannak már olyan szereplők is, akik befizettek az esetleges választási győzelem után kecsegtető nagyobb haszonra. Készülnek, de most már nem lesz elég egy Nokia-s doboz.